megemlékezésen, a Triadonnak a 91. évfordulóján. Nagyon sajnálatos, hogy elég kevesen is jöttünk össze, és a Nagyrédei Alapszervezet szeretett volna felállítani Nagyrédén egy trianoni emlékművet, de ezt a Nagyrédei Önkormányzat képviselőtestülete beszabályozta, hogy nem lehet csak a Nagyrédei Önkormányzatnak felállítani bármilyen emlékművet vagy szobrot. Ezért nem tudjuk megemlékezni a trianoni 91. évfordulóra. Így az első világháborús hősi halált halt magyar katonáknak az emlékművénél fogjuk elhelyezni koszorunkat. Megkérném Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnökét, mint történelem tanár is, kinek a vérében csorog a történelem, hogy ossza meg velünk gondolatait Trianonnal kapcsolatban. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a szervezésben annyi változás történt, hogy még mielőtt elmondanám a gondolataimat, én javaslom, hogy a rendezvény méltóságához illő módon énekeljük el a himnusz nemzeti imádságunkat. Sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Köszönöm mindenkinek, aki ezt a szombat kora délután, ezt a néhány percet arra szánta, hogy itt Nagyrédén velünk együtt közösen emlékezzünk meg Trianonról, a trianoni békediktátumról. Tamás azt mondta, hogy sajnál, hogy ilyen kevesen vannak. Én azt mondom, hogy nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek. Ugyanis ha végtekintünk az elmúlt 60 éven, akkor azt látjuk, hogy erről a tragédiánkról, erről a sorscsapásról még beszélni sem volt szabad, tabu kérdésnek számított, nem volt megengedve sem a közbeszédben, szinte sem még a magánéletben, sem, hogy erről szó essék, szinte lopva, titokban lehetett erről a tragédiáról beszélni, és csoda egyáltalán, hogy végre eljutottunk oda, most már a települések nagy részén, egyre több településen Trianon megemlékezéseket tartanak, egyre több településén Magyarországnak Trianon emlékműveket állítanak, mindenféle meldöngetés nélkül mondom, de annál nagyobb büszkeséggel, hogy talán annak a pártnak, amelyiknek az elnöke vagyok, nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez megtörtént, hiszen amikor még a magyar politika hallani sem akart erről a kérdésről, mi már akkor fontosnak tartottuk, hogy szerte az országban, akkor mi parlamenti párt sem voltunk, pusztán egy új párt, még a ezredforduló idején, fontosnak tartottuk azt, hogy minél több helyen megemlékezéseket szervezzünk Trianonról, sőt a Jobbikban kötelezővé tettük azt, hogy ahol alapszervezet van, ott kötelező valami fajta megemlékezés szervezni Trianonról, hogyha két ember jön el, akkor két ember. Ha egy ember, akkor egy ember, ha több tucat vagy több száz, akkor persze annál nagyobb öröm, de itt nem is a mennyiség számít, hanem az, hogy akik eljönnek, azok itt a minőséget képviselik, azt hiszem. Sokszor nehéz Trianonról beszélni, mert hajlamosak vagyunk mi magyar emberek annyi sok sorscsapás után busongani, keseregni, szinte lemondani arról, hogy lehet még a magyarnak szebb jövő, hogy van még reménye ennek a nemzetnek arra, hogy a Kárpát-medencében azt a jussot, amit a Jóistentől kapott, hogy a Kárpát-medencének vezető ereje, nemzete a magyar, hogy ezt visszavehesse majd,
nagyon kevés, reményteli, biztató szót tettet látni, hallani manapság, és én mindenképpen kerülni szeretném azt, hogy itt most ezen a megemlékezésen busongjunk. Bár busongani valónk van, keserűség Trianon kapcsán bőven akad. Nem fogom elsorolni, hiszen már mindannyian tudjuk, hogy hány része szabdaltak bennünket, mennyi mindenünket vették el, hány ember vált egyik napról a másikra a saját földjén idegenné, és hogy azóta az eltelt 91 évben is mennyi sok szenvedés volt az osztály része az elszakított magyarságnak, és hozzáteszem, erről keveset szoktunk beszélni, de nekünk is csonka országiaknak. Hiszen nem csak azok szenvedték meg ezt a tragédiát, akiket elszakítottak a hazájuktól, hanem mi magunk is. Körül kell nézni a lelki állapotán ennek a mai magyar társadalomnak. Meggyőződésem, hogy ennyi sok depressziós, ennyi sok szomorú, ennyi sok beteg ember van ebben az országban, abban komoly szerepet játszik az, hogy 1920. június 4-én bennünket nagyhatalmak összefogásával, cinkosságával és aljasságával szétszabdaltak. Úgyhogy nehéz megtalálni azt a pontot, hogy hogyan is emlékezzünk Trianonra, hogy gyászoljunk? Legyen ez egy gyásznap? Semmiképp sem helyes. A gyásznak helye van ebben a mai napban, de nem lehet csak a gyászé a mai nap. Akkor emléknap legyen? Talán ez áll a legközelebb a valósághoz, vagy a helyes hozzáálláshoz, ha emlékezünk, és az emlékezésből nem pusztán a gyász részét tesszük magunkévá, hanem ebből a gyászból erőt tudunk meríteni, bármennyire is furcsa hangzik. Mivel megtisztelte a rendezvényünket, plébános úr, ha megengedi, hagy hozzak egy példát a mi hitünkből, keresztény hitünkből. Hát valójában mi is egy keresztre feszített istenemberből merítjük az erőnket, az ő szenvedéséből. Hát akkor talán ez lehet egy üzenet nekünk, keresztény magyar embereknek, hogy a magyarság keresztre feszítéséből is talán lehet erőt meríteni. Talán lehet arra is jövőt építeni, lehet arra is közösséget építeni, bármennyire is furcsán vagy szentségtörően hangzik ez most az én számból. Hiszen a jó Istennek az útjai kifürkészhetetlenek. Az ember a saját életében is, hogyha végig gondolja, hány olyan esemény van az életünkben, amit az adott pillanatban úgy gondolunk, hogy jaj, ez miért történt meg velem? Hogyan történhetett ilyen velem? Ezt érdemlem én. És aztán néhány év távlatában az ember rájön, hogy de jó, hogy így történt. Ez kellett nekem, ez a pofon kellett nekem, hogy észrevegyem, mi is a helyes út. És talán túl nagy pofont kaptunk a jó Istentől. De talán nem hiába való pofont. Hogyha hiszünk a jó Istenben keresztény magyar ember módjára, akkor abban is hinnünk kell, hogy nem bízhat ránk az Isten annál nagyobb teret, mint amit el tudunk viselni. És teret pedig azért bíz ránk, azért terhel meg bennünket, mert azt akar, hogy jobbak legyünk, hogy többek, hogy erősebbek legyünk. És én ezzel a hittel tudom csak feldolgozni, vagy felfogni Trianont, hogy ennek is talán az lehetett a mi történelmünkben a szerepe, hogy még erősebbek, még jobbak legyünk, hogy megmutassuk a világnak és saját magunknak, hogy bennünket még így sem lehet elpusztítani. Hogy a magyar sokkal erősebb annál, mint bármelyik másik nemzetnép, amelyiket a történelem viharai eltüntettek a történelem színpadáról, hogy bennünket még egy ilyen trianoni gyalázattal, még egy ilyen tragédiával sem lehet eltüntetni. És tudom, hogyha most körülnézünk a mindennapok magyar valóságában, akkor ez picit olyan távolinak, idealizáltnak tűnik, amit mondok. Ugye mi magyarok, hát nézzünk már körül, milyen állapotban van ez az ország, fogyunk, szétesett társadalom, mindenféle problémák, anyagi, lelki problémák, hogy mi lennénk ez a dicső nemzet, amiről itt most beszél valaki. Igen, mi vagyunk ez a dicső nemzet. Mi vagyunk ez a dicső nemzet, aki megkapta a Kárpát-medencét, hogy népesítse be, és az a dolgunk és az a kötelességünk, az az isteni küldetésünk, hogy ezt megtegyük. És az, hogy magyarok vagyunk és keresztények, ez ad nekünk erőt. Mind a kettő nagyon szűkösvény. Kereszténynek lenni, szűkösvényen járni. De magyarnak lenni, ez is. Ez is egy nagyon szűkösvény. Nézzünk körül, túlságosan sokan nem szeretnek bennünket a környékünkön. Nem foglalják imáikba más nemzetek a magyarok neveit. De mégis itt vagyunk, és mégis láthatjuk azt, hogy szinte más nemzetek is itt körülöttünk a saját identitásukat. És most nem akarok senkit megsérteni. Félig meddig én magam is tóth származású vagyok. Hát a szlovákság is saját identitását nem saját történelméből meríti sok esetben, hanem a magyarral szemben állásából.
Hát még mindig mi vagyunk az iránytűje a Kárpát-medencének. És én biztos vagyok benne, hogy az, hogy ez a nemzet visszafoglalja, visszavegye azt a helyet, ami őt megilleti a Kárpát-medencébe, az csak rajtunk áll. Szeretünk mutogatni másokra. Szeretünk mutogatni a gazdasági problémáinkra, az Európai Unióra, a világgazdaságra, a globalizmusra, a nemzetközi háttérhatalmakra, amelyek tönkre akarnak bennünket tenni, el akarják venni a földjeinket, ki akarnak pusztítani bennünket a saját hazánkból. Igen, léteznek ilyen erők. De a legfontosabb feladatot saját magunkon kellene elkezdenünk, a saját társadalmunkon, a saját hazánkon, a saját lelkünk tudatunknak a helyreállításán. Mert valamit nagyon megbicsaklott. A második világháború óta ebben az országban a magyart, magyarsága miatt folyamatosan pusztítják, mérgezik. Hát gondoljunk bele, szinte minden egyes nap mérgezett patakokból iszunk. És itt most átvitt értelemben mondom természetesen, bár sok esetben fizikailag is érthető. Mire gondolok? Hát gondolok a oktatásra, gondolok a kultúrpolitikára, a médiapolitikára, azokra a politikának azon szegmenseire, amelyeken keresztül az emberek tudatát, gondolkodását formálják. Ez egy második Trianon, és talán ezért kell most ezen a napon beszélni erről. Mert ez egy második Trianon, amely nem fegyverrel, nem nagyhatalmi erővel, nem határok megszabásával, hanem pusztító, szinte láthatatlan erők révén, láthatatlan eszközökkel próbál bennünket az egész Kárpát-medencében megsemmisíteni. Az oktatás politikában én elfogult vagyok, hiszen történelemtanár vagyok, ahogy elhangzott. A magyar gyermekeink úgy nőnek föl, hogy például Trianonról hosszú évtizedekig nem hallhattak. Az én szüleim generációja egy elveszett generáció, akitől megfosztották annak a tudatát, annak az ismeretét, hogy ő kicsoda, honnan jött, merről jött. Hazugságokkal tömték a fejét. És mind a mai napig egyébként a történelmünk számtalan kérdésével kapcsolatban magyar ellenes hazugságokat tanítanak magyar iskolákban magyar gyermekeknek. Vegyük a kultúrpolitikát. Itt talán nem is kell messzebbre mennünk, mint a Nemzeti Színházig. És itt nem akarom ezt a napot megszentségteleníteni a aktuális politikai vitával. És nem is akarom senkinek a művészetét megkérdőjelezni, vagy én kritizálni, nem vagyok művészetkritikus. De azt hiszem, hogy a Nemzet Színháza abból a célból létesült, hogy a nemzet értékeit, hagyományait ápolja, gyarapítsa és továbbadja. És ilyen ember kell az élére. És abban, ami kialakult ebben a kérdésben, az egy kis csepp, amiben benne van az egész tenger. Benne van minden nyomorúságunk, ahogy a magyart a saját hazájában felmosó ronynak használják. Benne van az egész szenvedésünk, megaláztatottságunk. Vagy vegyük a médiát. Nem kell itt senkinek bemutatnom a magyar média helyzetét. Elegendő bekapcsolni a televíziót. És nekem nem azzal van bajom, a televízióban vannak vidám műsorok, legyenek. Ránk fér a vidámság. Hanem ahogy próbálnak bennünket vidámmá tenni. Hogy lealjasítanak eközben bennünket. Hogy a legaljasabb, legalantosabb zsigereinkre, ösztöneinkre próbálnak hagyatkozni. Egyszerű, olcsó és elnézés, de ócska fogyasztóvá próbálnak bennünket tenni. Akit semmi más nem érdekel, csak hogy megtömje a hasát. Mert ezt sugározzák nekünk a médiából, ezzel mérgezik a gyermekeinket. És hogyha ezzel fogják továbbra is mérgezni, akkor ne álmodjunk arról, hogy azt a küldetést, amiről beszéltem az elején, teljesíteni tudjuk. Pedig ezt senki nem kéri tőlünk. Az, hogy ez így van, azt csak magunknak köszönhetjük. És csak rajtunk áll, hogy ezen változtassunk. És ez a legfontosabb feladat. Hogy a tudatformálás eszközeiben változás álljon be. Hogy minden egyes magyar gyermek, ha kijön egy történelem óráról, akkor borsózzon a háta, hogy ő magyarnak született. Minden egyes magyar történelem óráról így kellene kijönniük. És így is lehetne kijönniük, mert a mi történelmünk alkalmas erre. És nem kellene hazudni nekik, csillagokat lehazudni az égből, csak elmondani nekik az igazságot, hogy ki vagy és honnan jöttél. És mennyit küzdöttek a te őseid azért, hogy most itt vagy. A kultúrában is elegendő lenne, hát micsoda kultúrkincs a miénk, nem fogom felsorolni. És a médiában igenis lehetne korszerű, fiatalos formában értéket közvetíteni. Gyöngyösön jövök, ott is volt egy megemlékezés. A második világháború óta Gyöngyösön nem fordult elő olyan, hogy egy önkormányzat, hogy maga a gyöngyösi önkormányzat hivatalosan
fölvállalja a Trianont. Ez most történt meg először. Hogy Gyöngyösön a képviselőtestület úgy döntött, hogy hivatalos Trianon megemlékezés lesz a városban. Már ez is önmagában egy előrelépés. De amit én igazán nagy előrelépésnek tartok, ott is ezt mondtam el, az a fiatalság. Itt is érdemes körülnézni, ez Gyöngyösön is elmondtam az ott lévőknek, hogy nagyon sok fiatal van itt, és most itt is igaz. És örömmel tudom ezt mondani, hogy vannak itt fiatalok. És az idősebbeket kérem arra, hogy gondoljanak bele, hogy szombat délután van, szombat kora délután. Mondtak nekik az iskolába, hogy az oktatáspolitika ösztönözte őket, hogy itt legyenek? Nem. Ösztönözte őket erre a média? Valamelyik valóságsó, hogy menjetek el egy Trianon megemlékezésre? Talán Alekosz mondta nekik? Üzente? Nem. Szinte minden ellene van annak, hogy most itt vannak ezek a fiatalok, és mégis itt vannak. Mert valami belülről hajtja őket. Valami, amit megpróbálnak sokan eltüntetni, vagy nem venni róla tudomást, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert ott van az a parázs a magyar ifjaknak a lelkében, ami mindig is segítette ezt a nemzetet azon, abban, hogy az újabb és újabb sorcsapásokon úrrá legyen. Végig kell csak nézni a történelmünkön, nem akarom ezt bizonygatni. Mindig voltak, és mindig is lesznek, aki ezt a lépést megteszik. Akik arra az életüket is odaadják, ha kell. És itt jön el az, amivel kezdtem, és ezzel is zárom. Mert igenis, képesnek kell lennünk arra, hogy még a tragédiáinkból is erőt merítsünk. Erőt merítsünk abból, hogy bennünket 91 évvel ezelőtt szétszabdaltak, meg akartak semmisíteni, azt gondolták, hogy hát így, végtagok nélkül ez majd, ez a nemzet úgyis az enyészeté lesz, pusztuljon hát el magától, mossuk kezeinket, és várták, hogy ez bekövetkezzen. De nem következett be. Nem következett be. És én, higgyék el, ezt őszintén mondom, nem azért, hogy bárkit most bátorítsak, mert talán ez lenne a dolgom, nem azért, hanem, mert ez tény. Ez egész Kárpát-medencében zajlik egy ébredési folyamat. Egyre több olyan fiatallal találkozom, kicsi, 10 év alatti vagy 10 éves fiatalokkal, akik nemzetben gondolkodnak végre. Úgy, hogy ezt a elszakított területeken akár nagyon sok üldöztetés közepette kell tenniük, vagy pedig úgy, hogy itt a Csonkaországban szinte a teljes érdektelenség közepette. És mégis, egyre több olyan fiatal van, aki nemzeti módon gondolkodik, nemzetben gondolkodik, nemzeti módon öltözködik, nemzeti módon keres társaságot, közösséget, nemzeti módon, nemzeti formában hallgat zenét, nemzeti módon, nemzetben éli az életét. És ez az, ami erőnk, ez az az erő, ami a mi erőnk, ami a szebb jövő ereje. És én azt hiszem, hogy Gyöngyösön is elmondtam, itt is el kell, hogy mondjam, mert nem akarom megkerülni, hiszen Trianon kapcsán mindig fölmerül a kérdés, vagy fölmerül néhányakban a kérdés, hogy nagyon jó a kettős állampolgárság, nagyszerű dolog. Nagyszerű dolog a magyar önrendelkezés, az autonómia törekvések, amik reméljük, hogy minél hamarabb célt érnek majd az elszakított területeken. Nagyszerű, hogy kulturális, gazdasági területeken egyre több együttműködési kapcsolat épül határokon innen és túl. De fogunk-e mi egyszer, végre majd egy hazában élni újra? Hogy erre mit mond a politika? Hát erre semmit. Erre a politika hallgat és dadog. Én sem tudok rá jelen állapotunkban olyat mondani, amit legszívesebben mondanék. De egy dolgot tudok. Egy dolgot tudok, az, hogy ha eljön az a pillanat, és a történelem elhozza nekünk újra azt a pillanatot, mert a történelem az hol erre fújja, hol arra fújja a nemzeteket. Ha majd megint erre fúj bennünket, és lehetőségünk lesz arra, hogy minden magyar egy hazában éljen újra, hogy ezt visszaadja majd nekünk a Jóisten ennek a lehetőségét, akkor ezért a lehetőségért én bármikor gondolkodás nélkül hajlandó leszek az életemet áldozni. És azt is tudom, hogy a gyermekem is ilyen lesz, mert erre fogom nevelni. Ő ebbe fog belenőni. Számára ez nem lesz furcsa. Nekem még furcsa ezt mondanom, mert nem ebben nőttem bele. Nekem erre meg kellett érnem. Ő már ebben nő bele. Mert erre fogom nevelni. Ő már több lesz. És ő is erre fogja majd nevelni az unokáját. És ő is a maga gyermekét, a maga unokáját. És majd előbb-utóbb eljön a lehetőség is, mert aki hisz, aki hiszi, hogy eljön, annak meg is fogja adni a Jóisten. Aki keres, azt talál.
hát keressük mi is ennek a lehetőségét. Tegyünk érte a magunk lehetőségei szerint minél többet, ha más nem azt, hogy itt Nagyrédén évről évre megemlékezünk a mi magyar tragédiánkról, Trianonról. Nem azért, hogy szomorúak legyünk, nem azért, hogy gyászoljunk, vagy nem csak azért, hogy gyászoljunk, hanem azért, hogy erőt merítsünk, és dicsővé tegyük nemzetünket itt a Kárpát-medencében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Végezetül megkérnék akkor mindenkit, hogy kísérjenek el minket a emlékműhöz, és ott énekeljük el a székely himnuszt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen mindenkinek! Adjon az Isten! Szebb jövő! Szebb jövő!